Kisvárda, és akkor elsőként edző, Subka Attila, aki vagy nem magyar, vagy, vagy, nem tudom, hogy mi van. Hát igen, mert ugye kijelentették, hogy Révész Attila, hogy ő nem bízik a magyar edzőkben, és, és, ennek ellenére Subka Attila. Én kimerem jelenteni, hogy a, a Kisvárda az első számú kieső Most Ö... az én Az eddigi igazolásaik, illetve én minden alapján, sőt azt látom, hogy hogy, tehát szinte nem is igazoltak senkit. Igen, itt kiszemelt van a Brukovics, hát aha, jó. csak gratulálni uh, tudnék hozzá. Távozó Berios, grozáv ugye a Latov-Levici, tudjátok, ő a, a, a Grozár mellett, aki soha nem játszott, és ő is uh, ugye a, a céges, céges autóval úgy távozott, és a minka. Uh, Kapús egyébként 35 éves, tehát hogy így, így, persze attól még, még egy-két évre lehet. Jó, én nem tudom, hogy ő milyen valójában, de azt. E, még a kisvárdával kapcsolatban e, volt olyan, te plegyka, tehát abszolút plegyka, hogy a, a, a főtámogató sem biztos, hogy ott annyira nagyon szeretne maradni. Vagy akar, vagy nem tudom, majd ezt meglátjuk. De nagyon gyanús, hogy ilyen nagyon kevés hír van. Én egyébként így nem szurkolok ellenük, tehát, így, tehát nem szurkolok nekik, de ellenük semmiképpen nem. Tehát azt azért tegyük hozzá, és remélem, hogy, hogy azért ott ilyen nekik nem lesz így problémájuk, mert az azt semmiképpen nem szeretném. Én, én mondom, nem szurkolok nekik, de ellenük semmiképpen hát sem. Én azért kicsit hozzá. másképpen, én, én akkor személy szerint, nem a semleges térfélem, én személy szerint azt mondom, hogy nem nagyon örülök, hogy az mb ben vannak, egyedül is kizárólag a boldog Tamás személye miatt figyeltem, figyeltem a a és most nem a szurkolóiknak szól, mondom még egyszer, hanem egyszerűen ők nem valók az MB1-ben. Az a munka, amit elvégeznek, hogy Ukra Ukrajnában élő magyarokat felkarolnak, ez megsüvegelendő, de ezt a munkát meg tudnák tenni az MB2-ben, illetve az MB3-ban is, ahol kinevelnek olyan játékosokat, akik ö, olyan magyar csapatokhoz mennek, akik valók az MB1-be. Tehát nem vagyok a ellen, nem vagyok a sport ellen, és nagyon jó dolog, hogy támogatják ott azt a, azt a környéket, ami nagyon rá van szorulva, hogy Ukrajna az egyik leg legszegényebb ország, tehát nálunk is Magyarországnál is sokkal kevesebb lehetőség van, és nagyon háttérbe vannak szorítva a magyar ajkúak, tehát nagyon annak örülök, hogy, hogy, támogatják őket, és minden ilyen támogatást megérdemelnek, kulturális és sportvonalon, de mint csapat a kisvárdának semmi keresni valója nincs az NB1-ben, és a fő támogató most hát, legfeljebb majd megköveznek érte, ugye nagyon Tudjuk azt, hogy a Debreceni érzelmű, illetve Debreceni lakos, és ott most lesz egy olyan összefogás, hogy egy Debreceni össz, közösségi összefogás, ami ami lehet, hogy lehet, hogy azt vetíti előre, hogy a helyükre kerülnek azok a támogatók, akik, akik igazi lokápat jóták lettek volna már idáig is. Szabolcs nagyon diplomatikusan fogalmazott, látszik, hogy ő egy meggondoltabb és sokkal átgondoltabb ember, mint én, engem sokkal jobban vezetnek az érzelmeim, és ezért mondom azt ki, amit gondolok. De, de várjatok mindezzel együtt ez maximum egy plecska, és ezen de, a szinten pletyka. kell kezelni. Plecska, hát, igen. Ö, ö, semmiféle hitelt nem tudunk mi sem adni ennek az információnak. Ö, de ezt, ahogy szokták mondani, hogy csiripelik a verebet. És azért vagyunk szurkolói műsor, mert mi ne, ugye nem vagyunk szakértők, és hogyha a szakértők lennénk, akkor kellene, ö, akkor kellene csak tisztán a tényekről beszélni, mi az érzéseinket, a, a gondolatainkat, és azokat, a, azokat az információkat osztjuk meg, amit mi gondoljuk, hogy helyes de ezzel nem feltétlenül kell egyetérteni, és nem sértődöm meg, hogyha ha valaki a gondolatai miatt esetleg nem ért velem egyet. A többi meg nem érdekel, mindenki csinálhat szerintem egy műsor, vagy kiírhatja a saját véleményét, ezt, ezt fenntartom. Úgyhogy azért vagyunk szurkolói műsor. Hát igen. Na, de hát akkor menjünk a mezőkövesdre, mert megint elkalandoztunk azért. Én kalandoztam uh, el, igen érkező Besirovics, ugye ú, úgy, em, tehát annyira emlékszem egy ilyen egy évvel ezelőtt, amikor ő megjelent ugye mezőkövesden, mert ugye most a kölcsönben volt mezőkövös, és ugye véglegesen leigazolták, hogy az első 5-6 meccsen a kommentátorok Besirovicsnak, tehát besírtam komolyan, ő Besirovics, tehát a, a tehát Igen. A, a bosnyákul, amennyiben létezik ilyen nyilván, akkor tehát a hosszú i betűt nem szoktak mondani, mert az egyik másik nyelv az nem a magyar nyelv, és besírtam rajta, de mindegy. Ez egyébként tehát egy nagy... Tehát horvátul nem... beszélnek egyébként tehát a bosnyákok. Igen. Egy, egy, egy dialektusa a horvátnak. Igen. Igen, tehát nincs, nincs Besírovics, tehát egy... Ö, ö, ó, na mindegy, szóval tudnék meg egy ilyen pár példát mondani. Ez szerintem egy tök jó, szerintem ő egy erőssége a csapatnak, és hogy megszerezték, végleg az, az így javukra válik. Jagodics Márk. Józsi? Hát igen, igen, hát van fradi kötődés, <laughs> egyértelmű. Bár inkább azt mondom, Jagodics Márk, ő is egy ilyen fregoli ember, 28 éves, igazán, tehát elfocizgatna bármelyik csapatban. Sajnos ezt kell, hogy mondjam. Igen, igen, én is azt látom rajta, hogy ő úgy, úgy mint hogyha úgy, olyan, mint a, az Airbnb. Tehát, hogy így bárki jött ebbe a kecóba, bármit csinálhat, csak takarítsa, vagy hát csak fizesse ki a, a szállás, és akkor majd így kifizetjük. Ő, ő, is olyan, hogy bármelyik csapathoz elmegyek, és akkor majd, majd ha kifizetnek, akkor az így tök jó. Mindemellett nyilván ő lehet egy jó játék, de ez nem a játékáról szól, amit mondtunk. Épp persze egyértelmű, csak igazán <laughs> tehát most nem tudom azt mondani, hogy akkor a baromi nagy erősítés lenne egy. Azt mondanám, hogy szakmai szempontból, mint labdarúgó szakmai szempontból, hogy, hogy egy fregoli. Tehát, hogy mm. tudnám itt is, ott is használni. Ő szerintem bármely csapatban elfocizna. Ez van neki. Neki már a nagy válogatott nem fog kinézni, talán a koránál fogva. Van egy pár ilyen magyar játékos szerintem. Igen, egyébként olyan, olyan se hal, se hús, de azért ne felejtsük el, hogy, hogy mezőkövesden. Azért volt egy pár olyan játékos, akiről ezt gondoltuk, és kiderült róla, hogy hát mégiscsak hús és nem hall Tehát, hogy így... Róla, ö... róla az jut eszembe egyébként az ilyen típusú játékosok, mint a, a Simon Attilát egyszer behívták a, a Sport TV be és megkérdezték tőle, hogy milyen pikás összecsapás várt, hiszen az előző csapatod, nem tudom, hol játszott akkor, az előző csapatod a csapsz össze, és akkor azt mondja, hogy na, igazán nekem nincsen pikás összecsapás, mert az NBA egy összes csapatába Igen. Igen. Hát és akkor Kosicki, aki Olaszországban és Izraelben is megfordult, ő érkezik a Lokitól. Ez még csak egy ilyen plegyka szintű inkább. Hát, ja, én azt gondolom, hogy ő kapusként 34 évesen, egy-két évig, mit tudom én, a csere pozíciót meg tudja oldani. Egyébként valószínűleg nem egy rossz kapus, nyilván kövesden nem arra törekednek, hogy rossz játékosokat igazolják. Igen, jön, de igen. Többi biztos. klubnál sem, tehát hogy ez így. Egyébként visszatérő földi boton aki 18 éves, azért mondom, ez, ez egy fontos, hogy, hogy egy, vác, felcsút, vasas nevelésű játékos, középcsatár, megjegyzem, illetve aki még szintén ilyen fiatal Tóth Máté és Varjas Zoltán az előbbi Szegedről, másik Komárnóból tér vissza, de ami érdekesebb ettől talán Novák Csanád Igen? aki a szolnokról érkezik vissza, illetve a Katanec, aki az ETA-től, ő, ő egy belső védő szintén Na nem, most... nem az a Katanec I jaj, Nem, 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 természetesen és hát ugye kíváncsi leszek én arra, hogy, hogy vajon közülük, főleg a fiatalokra gondolok itt a, a Tótmátér, a Földi Botondra, hogy varja Zoltánra, hogy, hogy ők rájuk mennyire, vagy rájuk mennyire számítanak. Mert azért, hogyha megnézzük a távozókat, Zivzivadze, Olabálint, Pekár László, Sajbán Mát és Sajbán Miklós, Uh, utóbbiak, ugye 24-25 évesek, Olád Bálint 25 éves, uh, ugye Pekárt ismerjük, ő a Vasasban távozik, ugye az Ivzivadze a, a Fehérvárhoz, hogy, hogy, um, ugye, és a sijerik, ugye visszatér, de, on, de onnan a Vasas, tehát, a, tehát visszatér a Fradiból és megy a Vasashoz, ugye? Hát, igen. Én azt nem tudom, hogy nekik miért nem annyira kell, de én most ezt nem, én nem látom itt az egyértelmű, eddig persze, teszem hozzá, az egyértelmű erősítést ebben, a, ebben az összevetésben. Te hogy, hogy, hogy né, látod ezt a dolgot? Pont, pont, ezt akartam mondani, hogy nem látom azt, hogy, hogy most a mezőköves ráerősítene erre, a, erre az elmúlt szezonra. Talán, talán az lehet, hogy volt egy ilyen próba amikor azt, azt, csinálták, hogy na most a lehetőségeinknek a kitoljuk a plafonik, nem jött össze, szerintem így is erőn a mezőkövest, de nem, nem, érték el azt, amit igazán szerettek volna. Volt azért volt hiányérzete a kuttornak a, az igazságosságot illetően, ezt ő kifejezésre is juttatta, úgyhogy én azt gondolom, hogy most most nem lesz olyan erős tezonja a mezőkövesnek. Uh, ezek, ezek most azt mutatják, hogy stagnálni fog a helyzet. Itt egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen stabil középcsapatot fognak, én legalábbis azt látom innen. Hát igen, és akkor nézzük meg, hogy mondjuk adott esetben például, de ez csak egy ilyen, megint csak ilyen kérdőes. Lehet, hogy az MTK mondjuk a helyén lép, ahol viszont azért elég komoly a névsorak érkezik eddig. Viszont. És a távozók névsora az, az, nem annyira durva, és akkor mondom, Balázs Benyelmin ugye az Újpestül érkezik, én azt gondolom, hogy ez sokat nem fog nyomni a labba. Bocsánat, Benji, de ez a helyzet. Barna Szabolcs ugye a Debrecenből, hogy baloldali védő, debreceni nevelés, 24 éves, tehát egy fiatal játékos, de a 24 éves kor az már az, amikor már tényleg, tényleg oda kell tenni magát, és tényleg ott kell lenni a kezdőbe. Ha nem, akkor a Barna Szabolcs az az, az aki elveszett a magyar futball számára. Már Igen. olyan értelemben, hogy így a a, 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 felsőbb, felsőbb körökbe, hát most szóval értsétek jól. Aztán van egy Tiago Ferreira, tök jó neve van, nagyon tetszik, ő, ő, a Krajovától érkezhetne, szabad, vagy érkezik, szabadon igazolhatóként, 27 éves, ő a Balvista és Portó nevelése egyébként belső védő, ami a, a Portugál, mármint, hogy hogy Portugáliából belső védőt igazoljon Magyarországra, ez egy kicsit furcsa, de mm, azért hozzá kell tegyem, hogy ha az MTK stílust akarják vinni, akkor a belső védőnek sem szabad favágónak lenni. És akkor... hát igen, csak hogyha mondjuk a Krajovában nem tudott megkapaszkodni, hát az, 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 az egy elég érdekes dolog, mert nem szerintem nem, egy, nem lett volna egy akkora kihívás a Krajovában megkapaszkodni. Meglátjuk, meglátjuk, hát lehet, hogy volt sérülés, nem tudom, izért. tehát, hogy ezt, ezt vagy, vagy, mit tudom én a, nem tudom, a magyar csajokat szerette, és Krajovában... Már inkább, én 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 nem, nem, nem inkább, a, a Krajóvában nem tudták fizetni, hm. inkább maradjunk egy. Vagy, hát jó, <laughs> na ez meg a másik, ugye, mert két keskével nem lehet elintézni mindent, ezt tudjuk. Ugye Sebastian Herrera, vagy Herrera, ugye kolumbiai, ő, Rabotnicskiből érkezik, 25 éves baloldali védő, Nekem ő egy ilyen sötét ló nem sokat tudni róla. Vilem Miatovics, ő a Levszki szófiából érkezik, 32 éves egyébként ő kapus. Montenegróban védett, a legtöbbet, de legutóbb a Szófiában Levszkiben védett. Majd meglátjuk, és Boján Mijovski, 21 éves középcsatár otthon játszott, és a Karabakban játszott még talán egy évet. Én azt látom ebből a kombóból, hogy a fiatal magyarok mellé egy kicsit tapasztaltabb külföldieket próbálnak építgetni. Meglátjuk, hogy milyen sikerességgel, de én megmondom őszintén, hogy nekem a, hogy láttam a kupa meccseit például az MTK-nak, meg a, azokat az MB2-es meccseket, amiket közvetítettek, nekem a nagyon, nagyon, megmondom őszintén, nem hiányzott senki. Nekem se. Én, én, azt látom, hogy kicsit, mint a feladná a, az MTK saját magát, és mert azért nem volt jellemző az MTK-ra, hogy ilyen, ilyen névtelen idegen légiósokat hoznak. Hát igen, aztán persze tényleg meglátjuk majd az egészet, mert egyébként még vannak visszatérők. Uh, uh, Bizia, Anton, Patrik Ikeneking, ugye a, a, a Honvéd kapcsán már említettük, Kaproncai Gergen, Molnár Bence, Szerencsi Miklós, Tóth Zaltán, Babicki Bence, majd persze meglátjuk, hogy, hogy egyébként közülük, ők jellemzően az utóbbiak inkább fiatalabbak, hogy majd majd kikre számítanak. Vagy őket ékelem. szerintem ugyanúgy kölcsön fogják adni, hogyha most eddig nem tudtak helyet szorítani nekik. Tehát... Én szerintem mennek, mennek ugyanúgy kölcsönbe, Igen. majd második, harmadik ligás csapatok. Igen, távozó Bognár István, ő a Paksra megy. Hát ö, egyébként ő olyan Paks játékos, most értsétek. Amilyen, jól. amilyen tehetségű játékos volt, ahhoz képest én szerintem ő sem futotta ki a, azt, amit lehetett volna. Ő az egyik. Nagy tehetsége volt szerintem a magyar középpályának, a támadó középpályásoknak. Ő folytathatta volna szerintem az MTK-nak a, a, azt, azt az identitását, amit majd most a, a, a Józsi le fog tenni magáról. Nagyon sajnálom, hogy ez nem jött össze. Igen, én egyébként így megmondom őszintén. Én azért mondtam, hogy ő paks játékos, mert mert az a típusú játékos, akinek olyan értelemben pakson van a helye, hogy... hogy, hogy hogy, hogy, a, hogy nem tudta beváltani azt, amit kellett volna, ott viszont egy tök hasznos játékos lehet, tehát most ne értsétek félre, mert oda, mert oda valószínűleg egy ilyen irányító típusú, technikás játékos kell, mert mintha az egyébként onnan hiányozna. Azon kívül uh, Dajs Bence, Fülöp Noel, Varga Bence, uh, Szeged Csanád, uh, Ba, Szeged, retávoznak, Család. Igen. és Vas Patrik Zalaegerszeg. Vas Patrikról annyit kell tudni, hogy ő az egyik olyan, a többek között az egyik olyan játékos, aki egyébként az Újpestnél is felmerült, de hát ma már ott tart az Újpest, hogy máshova szerződnek a játékosok, mindegy. Nem, ő, ő, egyébként Újpest, nekem mindig a Vaspatrikról mindig az MTK jutott eszembe. Tehát ő, ő MTK Újpest, nem, Pest, igen, a... igen. Igen, 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 Aztán figyelj, én azt, azt, mondom, hogy, hogy itt a, az MTK egyébként egy nagy meglepetés lehet, azzal együtt, hogy a német edzővel egyébként meglepően, meglepően MTK-s játékot játszottak. Hogyha a német ők, stílus 2.0. Igen, hogyha ők ezt tudják hozni a, megfelelő szinten az NB1-ben, és akkor ők lehetnek egyébként a nagy pozitív meglepetés. És annyi fiatal játékosuk van, és magyar játékosaik, hogy hogy ezúttal, ha nem esnek ki az első évben, mert pedig én nem gondolom, akkor ezúttal jó pár évig kitarthat az NB1-es tagság végre. Én ennek, én ennek szurkolok, mert azért most mindenki mondhat bármit meg, meg, meg itt lehet itt mindenféle politikai, meg mindenféle ilyen dolgokkal előjönni, de hát, hogy ha egy MTK-nak nincs az NB1-be helye, akkor, akkor, azért, kinek van. akkor kinek? Tehát, hogy azért nagyjából a futballcsapatok egyik ősatja, úgyhogy így ne vicceljünk. Jó, menjünk tovább a futballcsapatok euh, akkor Dédunakájának, a Dédunakájéhoz a paksa. Euh, Érkezők, Ádám Martin, ugye ő a Kaposvárról érkezik, ugye Bognár István, pont előbb beszéltünk róla, Nagy Rihárd, ő a Rákócita, nekem egyébként a Nagy Rihárd játéka tökre tetszik, csak olyan picike szegény, hogy... A kis kis... Igen, igen. De, nekem tök szimpatikus, ő egyébként Váci nevelős, ő egy 26 éves játékos, Sajbán Máté mezőkövesdő, kölcsön után végleg, ő, egy, középcsatár, és középcsatár, mondom Józsi, és Lorenz Márton, 25 éves belső védő, ő egy videóton nevelési játékos. Én azt látom itt, hogy, hogy ilyen 24 5 éves játékosok plusz Bognár István érkezik. Ez, ez, ez a szokásos. Tehát a Paksnál azok a játékosok, hogy, hogy is mondta nekem annak idején az egyik kollégám, hogy a Paks az a csapat, ahol azok a lepattant járt Budapesten nem Túl nagy karriert befutott játékosok játszanak, akik eh, olyan csapatba keresnek helyet, ahonnan eh, vagy ahová könnyen leutazhatnak autóval. <laughs> tehát, hogy így. Ezt nem én mondom, ezt a kollégám mondta, és jobban belegondolsz. Eh, igazából, de azért ez hozzátartozik, hogy Pakson mindenki azt mondja, és én ezt el is hiszem, hogy ott tényleg egy ilyen családios hangulatú klub van, és eh, azért nem. Tehát, azért tényleg ne vicceljünk azért tizenéve az MB 1 tagjai. És én értem, hogy nincs sok szurkolójuk, nem nagy a város, stb. 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 De minden mellett azért az is tény, hogy, hogy azért akkor is ott vannak. És most is sikerült valamilyen módon kiharcolni ugye az MB1-es tagságot a következő évre. Úgyhogy Nekem, nekem, az a csapat a Paks, amit a, amikor készítem a cover képeket a Facebookon, mindig elfelejtem egy másik csapattal együtt, hogy ki van még itt. Tehát nekem egy percet nem hiányoznának az mb 1 ből Tehát mondom még egyszer, amit elmondott a Szabocs egyetértek, családias légkör és a többi, de én nekem, ha nem lennének az mb 1 ben te föl se tűnne, hogy nincsenek egyébként. Jó, hát ez egy másik kérdés, persze, Igy tehát van. hogy így, Igen. ez a másik oldala a dolognak. Egyébként úgy néz ki, hogy még Egerszegi, a más Kővert, Robert és Molnár Dominik tér vissza, azon kívül Bordávid, Kesztyűs Barna, ugye ő a, a, a Kispestre tér vissza, és egy Simon Márk szabadon igazolható egyébként legutóbb Tiszakécskel játszott, hát ja, én azt mondom, hogy akkor menjünk a másik csapatra, amit el szoktál felejteni. Honnan tudod? De nem, csak így, mit tudom én, egy ilyen bluff volt, de akkor ezek szerint bejött. És akkor mondok egy nevet, Joao Nyünyes. Fingom sincs ki az. Hát ő 24 éves belső védő, Benfica nevelés. Oké. Okay érkezik, felcsútra. Tök jó. Tehát, okay. Egyébként ugye mondtuk, hogy hegedűs távozik, akkor valószínűleg a, hegedűst lecserélték egy nyúnesre. Nem tudom, a nyúnes milyen hangszere játszik. De, de, hát, de hát akkor valószínűleg valami valahogy jobban muzsikál egyébként két évvel idősebb, nyilván biztos tök jó játékos, tehát ne vicceljünk, meg gondolom jó sokba is került, úgyhogy ezért így hoznia is kell a, a kötelezőt. Azon kívül kölcsönben visszatérők vannak még Fülöp Lóránt, 22 éves ő a sepsinek a nevelése, középső, középpályás, kis Bocsánat, Tamás. Csak hagyj egy meg, felhívtam a hadnagy Attilát, és megkérdeztem, hogy miért nem tartanak rá igényt, mert hát ugye Ugye kupa fog játszani a, 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 sepsi, illetve hát most, most nagyon rosszul állnak a, ugye a rájátszásos szakaszban. Hát nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket sajnos. És hát én, én, én szerettem volna pedig, ha, ha ott marad, mert én nem véltem úgy, hogy ő nagyon kilóna ott a csapatból. Igazán nagy magyarázatot nem adott a hadnagy, nem itt a nekem kéne megmagyarázni, csak, 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 csak érdekelt, mert azért Amúgy sem sok sajnos a magyar játékos a sepsiben, szerettem volna, de hát ez megint csak egy szurkolói ők. Szakmailag biztos jobban tudják, hogy ki, hol, miért. Hát igen. Hát ugye Kis Tamás ugye a kölcsönből visszatér Diósgyőrbe, ez tökre érthető, hát értelemszerű. Madarász Márk Csákvárról, ugye a Csákvár a fiók csapat gyakorlatilag, egy 24 éves támadó középpályás, Egyébként érdekes, hogy ő gyirmót nevelésű játékos, és Kribek Allen, 12 éves, 19 éves, jobboldali támadó. Ő egyébként Fradi nevelés Józsi. Az egyedüli, akit így feltudtam a felsorolásból, mármint az igazolási felsorolásban találtam, hogy ő bizony Fradi nevelés. Ő a, egyébként Budafokról rendelődik vissza, ha visszarendelődik, mert ezek azért úgy, úgy, a kölcsönből visszatérő státusza azért kérdéses minden, és akkor távozik ugye Hegedűs, János és Diósgyőrbe, és Gyurcsó Ádám ugye kölcsönből visszatér a hajdók splitbe, hát ő, 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 egyébként így nem váltotta meg a világot, ezóta se, korábban se egyébként jelzem, tehát úgyhogy pedig, pedig pedig, mintha megváltatta volna, nem? Ő sem. valahogy egyszerűen nem. Már én mondjuk megmondom őszintén, én soha nem láttam benne a nagy tutit, de, de úgy mindig reménykedtem, mert azért nem tudok leülni úgy, például amikor válogatott meccset nézik, és ő válogatott volt, hogy, hogy majd, akkor a, majd akkor a gyurcsó az biztos nem lő volt, mert szar. Nem, mindig az van, hogy, 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 nem látom benne, de nyilván hülye vagyok, mert nem vagyok szakember, és biztos, és volt azért egy-két mérkőzés, ahol azt mondom, hm, tényleg, és akkor nem volt folytatás. A másik dolog a felcsúttal kapcsolatban, és ez most kizárólag, és az ellenség, az kizárólag a labdarúgásnak szól: hogy a kis Tamás, ha, ha tényleg felcsúton fog játszani, akkor az a, a, a kazah vissza fogja vetni. Ennek a kis most olyan csapatban kéne játszani, aki nemzetközi kupa szereplő. Tudom, hogy a felcsút is az lesz egy vagy két meccsereig de az biztos, hogy százszor inkább jobb lett volna egy videóton egy Ferencvárosnál, vagy maradt volna inkább Diós ahol folyamatosan fog játszani. Ennek a kisrácnak most labdarúgó atmoszférára van szüksége. Minél több játék lehetőséghez, és nem, nem pedig, egy ilyen, nem pedig egy ilyen csapatba, ahol, ahol, de csapat, csapatra van szüksége. Minél több játék lehetőségre, is. Ha, ha, egy kicsit is számít felcsúton a, a, magyar labdarúgás, akkor ezt a srácot elengedik egy olyan csapathoz, ahova való. Egyébként én ezt nem zárnám ki, tehát hogy... Jó, ezt, ezt várnám, én ezt várnám, és nem, nem azt, hogy a Fradihoz jöjjön, hanem labdarúgó csapathoz, akár hozzánk, akár egy, vagy pedig egy nemzetközi csapatba, vagy egy külföldi csapatba elengedni de azzal, hogy most oda felcsútra egy, egy faluba, tehát ne vicceljünk már. De tényleg ne vicceljünk. Jó, jó, hát persze, hát én azt gondolom, hogy, hogy meg, kell, meg kell találni neki. S sőt, ugye nagyon sokat beszélgetnek arról, mi még sokat nem beszélgetünk erről, hogy menedzselés, hogy felépíteni egy játékost, stb. stb. De most, most egyébként valójában te erről beszéltél. Akit, akit én úgy gondolom, és fogunk is velük készíteni interjút majd, a Fehérvári Főnix, és pontosan azért, mert a Szoboszlai Dominik és egy-két társa az, akik valóban menedzselve vannak. Tehát a tehetségüknek megfelelően vannak kezelve, olyan csapatokba tudtok, tudtak elmenni, ami megfelelt neki is, illetve a karrierjének is, és ezt kellene, és egyébként a Double Pass jelentésben ez is szerepelt, hogy ebben vagyunk nagyon-nagyon elbaltázva el magyar labdarúgást. Tehát a játékosoknak karakterfejlesztés, nevelés, tehát itt most nem arra gondolok, hogy, hogy kinevelni egy játékost, hanem egy kész játékost, ami a technikai alapokkal, stratégiai alapokkal, fizikai alapokkal rendelkezik. Ezeket a srácokat, menedzselni egy olyan csapathoz, ami neki az ő stílusának megfelel. Így van, így van, és ö, ö, addig, amíg nincs ilyen stratégiai szintű gondolkodás, így van. hanem amíg arról van szó, hogy most ezt a játékost tegyük ide, azt meg oda, és akkor majd ez úgy jó lesz, meg akkor majd nem tudom, akkor majd másodikok leszünk, meg első, meg harmadikok, vagy kupát nyerünk. Ez eddig oké, okay, mert azért nyilván eredményre játszák a futballt, csak amikor az egyetemes magyar futballról van szó, és például ezt azért a, a vezető kluboknál el lehetne várni, hogy egy ilyen gondolkodás is legyen, is legyen. Nem, nem ez az, az elsődleges vezérelv, de hogy ez is szerepet kell, hogy, szerepet kell hogy kapjon a gondolkodásban, akkor, akkor azért tényleg ez így van. Na de mert hát most akkor menjünk egy pár évvel beredesebb múltra visszatekintő csapathoz, és akkor, most a nevet nem említve, érkezett Nikola Mitrovics másodszor, 2010 után, ebből ki lehet, a, ki lehet találni, hogy itt az Újpestről beszélünk. Volt már itt ő egy irányító, típusú középpályás, a legtöbb pontos passz és kulcspassz 2019-20-as idényben a nevéhez fűződik, ám de, hogy is mondjam, a futás nem az erőssége, tehát amikor labdavesztés van, akkor rá annyira nem lehet számítani, de hát én azt gondolom, hogy volt már ilyen játékos Újpesten, és nem is kisnevű játékosok, csak lehet, hogy azóta egy kicsit átalakult a futball, azért azt tegyük hozzá. Mindenesetre Újpesten elengedhetetlen fontosságú egy irányító, egy jó irányító játékos. Ezt Én az, igen, az, az a baj, hogy most azt látom az Újpesten, hogy semmit, a cél az, hogy benn maradjanak. Tehát nagyon csúnya Én... és nagyon rossz dolog ezt, ezt pont egy Újpestről elmondani, hogy most a stratégiai cél a kiesés elkerülése mert hogyha nem így lenne, akkor nem lennének a távozó hegyek, és egy vagy kettő érkező van, azok is icsek. Hát igen, és én azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy ugye ráadásul még az icsek sem biztos, hogy itt kötnek ki, mert ugye egy pár hete kaptam azt az információt, hogy jaj, de jó, újra itt van Szánkovics, és és akkor a Szánkovics az, és a következő csapatnál majd említést is teszünk róla, akkor az a, az a Leigerszegnél kötött ki végül is, tehát hogy még, még az icsekből se biztos, hogy a, a legjobbakat lehet ki szemezgetni. mert én azt gondolom, hogy egyébként a Szánkovics az a, az, a, az a vízhordó ember, aki egyébként hiányzott ebben az évben, megmondom őszintén a, az Újpestből, legalábbis abból a játékból, amelyet Vignyev képviselt, amit viszont már Rogán képviselt, nem biztos, de ezt majd meglátjuk, mert azért a, azok a mérkőzések, amelyeket játszottunk vele, azt hiszem hét mérkőzés, az még önmagában azért sok mindent nem mutat, még akkor is, hogyha egyébként azt hiszem két pontos átlaggal hoztuk le ezeket a mérkőzéseket. De hogyha már Icseknél tartottunk, Petár Gigics érkezik, ez még egyelőre egy pletyka, még nincs megerősítés, 23 éves szerb, utánpótlás válogatott volt, azon kívül köbben semmit nem csinált, Radnicski Belgrád nevelés, ennyit róla. Persze, természetesen, én azt gondolom, hogy kell egy középcsatár, és én nem akarok megbántani senkit, de eh, hogy is mondjam. Ne, tehát hogy persze a, a Soma ő lőtt hat gólt, ha jól emlékszem, de, de tőle azért. Tehát, tehát ő ez kevés. Na, tehát addig, amíg a sarkán fut valaki Sprintbe, addig, addig nem fog több sikerülni soha bármilyen fizikai ereje legyen, és bármennyire is küzdős, harcos, mert ezt nem gondolom, hogy egyébként nem tett meg mindent, azt valószínűleg jóval fiatalabb korában 15 éve kellett volna megtanítani, hogy mi az a futás, ez ma már lehetetlen, és nem leszólni akarom, mert az a hat gól az nagyon kellett, amit ő, amit ő hozott, csak nem, nem újpest szint, de hát nem tudom, hogy van-e olyan játékos az Újpestben, aki valójában Újpest szint, és akkor már meg is kérdőjeleződik az én mondatom, mert mi az, hogy Újpest szint? <laughs> Ugye? A jár... Új, újpest szint, amit, amit... sajnos az egy, egy, egy utópia, amit, 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 ami volt valamikor sajnos, és sajnos lezüllesztették erre a szintre, pedig lehetne ugyanúgy egy zászlós hajója a magyar labdarúgásnak, a, a illene annak lennie a 1 ben legrégebben szereplő csapatnak, folyamatosan szereplő csapatnak. Ezért ez... Na, ne, nem, 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 nem tudom, hogy mi a stratégiai cél. Jó, a kiesés elkerülés, ezt beszéltük. De most tényleg, most tényleg az újpestnek ezzel kell, ezzel kell majd hogy ott a kardja a feje fölött, hogy ilyen itsekkel lehet, hogy kiesik. Hát Mert ezek a srácok nem fogják átérezni, hogy milyen, milyen csapatban vannak. Hát igen, és ráadásul nekem az a problémám az egészen, hogy, hogy én, azt, én azt értem, ha van egy olyan, nem megértem, hanem csak értem. Értem, ha van egy olyan stratégiai cél, hogy... Hogy játékos kereskedelem folyik, zajlik. Csak ha megnézzük azokat a távozókat, akiket most mondok, Balázs mint Jonathan Harris, Vitauszki, Robert Novot és a Mozsó Tértónát, gyakorlatilag szabadon igazolhatóként távoznak. Uh, egy petálkodó magokat értem. Igen. Tehát innentől kezdve miről beszélünk? Uh, igazából igazából uh, én azt gondolom, hogy ez volt a leg... sajnos nem szakmai, hanem ez volt a legfőbb érv amellett, hogy miért kellett a vignyevésnek távoznia. Nem a játék, meg nem amit a vita pályán láttuk, meg nem a pontok, hanem azért, mert rájött a tulajdonos, hogy a Vignyevics most már annyira elharapódzott, hogy, hogy igazából a, a csapatból kiutált játékosok száma olyan szintet ért el, hogy ebből már nem lehet pénzt keresni. E, Oké, okay, csak ehhez egyébként a szurkolónak olyan értelemben semmi köze nincs, hogy hogy a szurkoló valamit látni akar a pályán, és az, hogy egyébként a háttérben mi zajlik, az valójában nekünk semmi közünknek nem kellene, hogy legyen, de sajnos kell vele foglalkoznunk, mert szörnyűséges dolgok történnek. Azért én gratulálok a Mucsányi Márknak, aki 18 éves támadó, játékos és felkerült az utánpótlásból, tehát sok sikert kívánok neki, mindenképpen Egyébként tényleg jó és szép bólokat ért el eddig, úgyhogy talán majd folytatni tudja. És van egy érdekes dolog, kölcsönből visszatért a klubjához Korzó Moussa Traoré, akinek én jegyzeteimben annyit írtam föl róla, hogy ez meg ki. De az ki egyébként? Ez a Traoré? Nem, nem, ez nem az a Hóri Horgas Traoré, hanem ez egy másik Traoré, gondolom Traoréból van 12 milliárd a világon, ez való nyilván egy másik, a vázalunkhoz tér vissza, Ö, az meg mi, szintén, biztos Norbi szurkolója ennek a csapatnak, de én nem vagyok hajlandó ismerni. Mindegy, ez, svéd, ez egy svéd csapat, tehát hogy bál a kapuba, svéd, ugye ne a klasszikust idézzem, de hát ezért nagyon nevetséges, tehát gondolom ez volt az a játékos, ez nagyon fajta Ez volt az a játékos, aki idejött, a svédek fizettek is érte, hogy itt legyen, és akkor őt, mit tudom én, a fröster azt, hogy jól érezte magát, vagy nem, vagy tök tehetségtelen, mert egyébként megszakadt, csak, csak mindegy. Hát szóval itt tartunk, hogy, hogy uh, vázalund. hát úristen, tehát uh, de tényleg azért, azért ez hát több mint nevetséges. Több mint nevetséges, de hát ez van. Minden esetre azt azért... De jó Isten! Meg Nem, le vagyok döbbenve egyébként teljesen. Hát, most ez, ebből is látszik tényleg, hogy ez egy, nem egy szakmai műsor. Így van. Hogy egyszerűen nem térek magamhoz, hogy az Újpestnél ez van. Tehát most lesz egy pozitívum, elméletileg ugye a címért, ugye már több helyen is megírták, hogy úgy tudja, hogy visszaállítja a mert a belva. Legalábbis mainstream lapok ezt írják. Hát igen, aztán, aztán majd meglátjuk. Egyrészt, másrészt pedig, eh, hogy is mondjam, hát az nem, az nem igaz, hogy örülünk ennek, vagy én örülök ennek, hanem ez egyszerűen csak normális. Tehát, hogy így most ne várja senki, hogy én most Happy Sunshine holiday, és most itt eljárom a nem tudom a polkát, mert nem, mert nem így van, hanem egyszerűen csak az történt, hogy norm, ebben, ebből a szempontból normális lett a szituáció. De az összes többi kérdés továbbra is áll, hogy és akkor mi van? Az a lényeg, hogy ne esünk ki, és akkor ott, mert egyébként ugye a. a, a előző pár adásunkból kiderült, hogy az Újpest az a csapat, aki a közepének a közepének a közepe. Azt Tehát, nem értem, hogy, hogy... Még szarok egyébként... se tudunk lenni jó. jó. Tehát, <laughs> hogy, hogy, így... hogy... Hogy lehet idehozni játékos? Tehát mi, mi az a... Mi az a mi, mik azok az érvek, amit fel tudok sorakoztatni? Amelyek, hogy jön egy játékos hozzá. Kapsz enni. És akkor egyébként így már is adódik az, hogy... hogy És most... ez. Higgyétek el, hogy, hogy semmiféle rasszizmus nincs benne, de akkor marad Fekete Afrika. És most nem azért, tényleg nincs benne rasszizmus, mert ott még ez jelent valamit. Ezt csak azért mondom. És, és mert egyébként más nem nagyon, ugye amit én tudok mondani, hogy a bérkeret az 2015 vagy 2014 óta változatlan. Miközben a futbalista fizetések egyébként nem jó, hogy így történt, de két-háromszorosára emelkedtek. De ugyanakkor az iparákban ez a standard. Hát most most ez ellen nem lehet úgy küzdeni, hogy azt mondom, hogy hát elszaladtak a fizetések, jó, leszaram, én akkor se fizetek. És okay. valami, tehát, tehát, ugye a legutoljára, amikor beszéltünk a Berta Csabával, elég pozitív volt a, a hozzáállása, de azóta a, az Újpestnek a weboldalán, Facebook oldalán, bármilyen social media oldalán megjelentek valami olyan információk, hogy mik a, mik a tervek, vagy valami? Hát figyelj, én annyit tudok, hogy volt egy cikk, ami úgy volt, az volt a címe, az alcíme, hogy új csapatot építünk, és ott jelentették be a távozókat. Tehát, äh, äh, tehát így nem annyira tudok mit mondani, illetve volt egy videó, amit a legutóbb láttam, a, az üres stadion, meg, a, meg, a, meg a, az edző részek, meg, meg a mindenféle dolgok, hogy, hogy majd akkor, majd így, majd így akkor elkezdik a dolgokat. Én figyelj, én azt gondolom, hogy a, a Berta Csaba meg a stáb itt ö, ö, olyan szempontból nem játékosok, hogy ők lehetnek ö, lelkesek, ők csinálhatják tök jól a dolgukat, ők ö, elkötelezettek lehetnek, ők kidolgozhatják a belüket, de addig, amíg a mögöttes tartalom nincs meg, amelyet viszont a tulajdonosnak kell biztosítani, addig sajnos ők, az ő személyük, nem azért, mert ők nem jó, vagy, vagy, vagy így bármi probléma lenne velük, bár erről megoszlanak a vélemények természetesen, csak én ezt most így teoretici mondom, addig ők kevesek, mert az, amit te mondasz, hogy mit lehet mondani annak, aki ide igazol, hogy milyen perspektíva van előtted, hogy, 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 az a perspektíva, hogy majd szabadon igazolhatóként eh, eligazolsz a másodosztályba. Gólkirály eh, jelöltként a fél időben eligazolsz a másodosztályba. Vagy itt vagy négy évet, és majd szabadon igazolhatóként eligazolsz eh, egy hasonló klubba, mint az Újpest? akkor hol volt az elő, előrelépés? Tehát még csak ez sincs most, mert az, hogyha amikor az volt, hogy, hogy a Bárdi ugye eligazolt, hogy, hogy a, a Dmitrovics eligazolt, oké, okay. és akkor ott, 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 tényleg, akkor tényleg lehetett mondani azt, hogy vannak ilyenek. Most, most így nem látjuk ezt, és én azt gondolom, hogy, hogy ez, ez nem csak pénzügyi szempontból probléma, hanem a probléma, hogy, hogy nincsen amit fel tudunk mutatni. Mert ha azt mondom, hogy igen, most te lehet, hogy egy harmadával kevesebbet kapsz fizetésbe, mint egy másik klubnál, de innen tudsz dobbantani. Nagy klubba. Nagy klubba, akkor az így oké. Okay. Arra lehet játékost fogni. Nekem akkor se tetszik ez szurkolóként, mert én az Újpestet gondolom nagy klubnak, vagy gondolnám, de ez egy más kérdés. Én most a, a klub szemszögéből nézem, most ezt sem tudja mondani a klub, pedig én, én szeretném, ha legalább ezt tudná mondani a klub egyrészt, másrészt pedig én, én, azt gondolom, hogy, hogy befektetés nélkül nincsen hozam. Tehát nincs, nincs. Tehát hogy olyan nincs, hogy nem fektetek be, és majd akkor így kaszálok pénzt. Ez persze összetett kérdés, mert ugye szokták azt mondani, hogy az Újpest kapja a legkevesebb mindenféle állami központi, most tau, izé, kutya fülével együtt minden támogatást, és itt a tulajdonos beleted, Oké, okay. na de e, miért van ez? Nem azért van, mert ő külföldi, hanem azért van, mert ehhez, hogy ez meglegyen, ehhez be kell kerülni egy körbe. Ehhez ezt meg kell tenni, hogy bekerüljek egy körbe. Ha nem kerülök be egy körbe, vagy ebben a körben nem megfelelően viselkedem, még akkor is, ha nekem az nem tetszik, Uh, ahogy ott viselkedni kell, akkor ez nem fog működni. És ez tök mindegy, hogy ez uh, a tulajdonosnak tetszik vagy nem. Nem egy futballcsapat az, ahol meg kell vívni nem tudom milyen politikai vagy világnézeti harcokat. Ott futballozni kell. Ez, ez pont ennyi. És a mindenféle kompromisszumokat amik ezzel járnak, azokat pedig egy tulajdonosnak, a futball csapatának, a, ami a saját érdeke is, azt be kell vállalni. Jó, mindegy, szerintem, szerintem én, én, azt gondolom egyébként most, hogy, hogy megint ott tart a dolog, hogy én látok két csapatot, aki, aki most így első blikre, mert még tényleg az elején tartunk, aki aki még lehet, hogy rosszabb pozícióban van, mint az Újpest, és akkor lehet, hogy ehhez mérünk, ehhez mérnek a klubházban. Mert én azt látom, hogy a, ugye a Kisvárdánál és a Budafoknál, bár a Budafok sötét lót teszem hozzá, ott, 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 nem biztos, hogy úgy rakulnak a dolgok, ahogy, ahogy elképzelték meg, meg, meg a, a, a látható dolgokból úgy tűnik, és akkor ha afelőtt vagyunk egy szállal, akkor már jó. Hát én nem gondolom, hogy ez az új Pest. Tehát hogy azért én azt gondolom, hogy itt, itt teljesen más dimenzióba kell mozognunk. de hát most pillanatnyilag ez van, azt nem mondom, hogy el kell fogadni, de a tények makos dolgok, most ez dobta a gép, és nem tudok rá mást mondani, mint hogy, hogy én akkor is fogok szurkolni a csapatnak, nem a klubnak. Ez nagyon fontos. És ezt egyszer is mindenkorra ültessük el az agyakba: a csapatnak szurkolok, nem a klubnak. Majd, ha a csapat és a klub egy lesz, ismét, akkor majd a klubnak is fogok. De szerintem ez sok más helyen is így működik. Jó? Na, de! ugorjunk, mert e, e, megmondom őszintén, hogy nekem mindig nagyon fájdalmas az, amikor az Újpestről kell nyilatkoznom, és, és ilyen rosszakat kell mondanom, mert mégis nyilvánvalóan a szívem csücske, és akkor, és akkor, most így ótvarozzak. Csak nem tudok jót mondani sajnos. Úgyhogy menjünk az alágerszegre, hát őket mégiscsak szívesebben ótvarozom, illetve ótvaroznám, mert egyébként nincs miért. Itt ugye lehetséges edző, most így a legnagyobb valószínűséggel Boyer Gábor, de állítólag Pletyka szintén az is elhangzott, hogy Vignyevics is tárgyalt az Zalaegerszegen. Nagyon remélem, hogy nem. A Boér Gá Én a Boyer Gáborról azt gondolom, hogy tök jó lenne. Én láttam egy-két csapatát, játszani, ahogy mozogtak, amit csináltak, az nekem így tök szimpatikus volt, fiatal magyar edző, tökre támogatnám. Az új városban volt, hogy hol volt ő? Ott is volt Balmazúj ja. Varsó. <laughs> <laughs> Na, érkezők ugye Boján Szánkovics, védekező középpályás. Ezt egyébként többször hallottam Zalaegerszegiektől, hogy a Zabaja középpályájukkal, hogy gyakorlatilag csak támadó középpályások van. És nincs olyan vízhordó emberük igazából. Hát most a Szankovicsal bőven megkapták ezt az embert. Aki annyit tud, hogy szerel, és a legközelebb emberhez lepasszolja. Na most ez egyébként lehet hiány egy csapatban. Bizony. Ez fontos. Uh, Gyúrján Márton, ő kapus, nyíregyházi nevelés. De aztán van itt még Tajti mátyás. Az a tajti. Igen. Ugye Lengyelországból haza tér. Vas Patrik ő MTK-ból érkezik, Újpest MTK nevelés, és zimonyi Dávid Lipótról, tehát már mint nem a mezőről, tehát Lipót, tehát a Pékség, tehát a Igen, igen, 22 éves középcsatár Mosomagyaróvári nevelés. Én azt hiszem, hogy ő a Lipótnál kövezetek meg, ha nem így van, illetve írjátok meg, de ő valami egész jót alkotott gólszerzés ügyileg, úgyhogy, úgyhogy van benne fantázia, és ahogy legalábbis az Alegerszegen mentek a dolgok ebben az évben, illetve hát a 2019-es 20 idényben, hogy, hogy, hogy így, így ültek a dolgok. Tehát olyan játékosok, akikre már azt gondolták, hogy már nem, olyan játékosok, akikre azt gondolták, hogy még nem, olyan játékosok, akik esetleg külföldiek voltak, de senki nem hallott róluk, azok mégiscsak így tudtak valamit. Hát ez Hát különöse... hát nyilvánvalóan a Márton Gábor alatt, aztán végképp. Ugye ez, ez működött, hát nyilván ezért fontos, hogy a Bolyér Gábor vagy Vignevics. Vignevics szerintem egyébként nem, tehát a Bolyér Gábor jó lehet. Visszatér még Gergényi Bence, ő a NK Lendavából, ő 22 éves baloldali védő, egyébként nyilván kell a baloldali védő, <coughs> illetve uh, Mesák, ő 18 éves, 2020 előttről érdekes módon nincs róla adat, 2020-ban, 2020 januárjában tűnt fel egyébként Zalaegerszegen. Sebestyen Lóránt, belsővédő, ZTL nevelés, Szökrönyös Dániel, szintén 20 éves és szintén ZTL nevelés, és Hévízről térnek ők vissza. Azon kívül Csonka András, ugye róla már volt szó, illetve Uh, Novotni Soma ők kiszemeltek egyelőre. Én azt gondolom, hogy uh, én nem nagyon tudom, az Imonyi Dávidot nem nagyon láttam, de jó hírek voltak róla, szerintem <kül> jó lesz ő. Uh, és hát van egy csomó távozó. Horváth Krisztofer, Ikoba, Kocsis Gergő, Kovács Zoltán, Megvuc, uh, Mitrovics, Bobál Gergely, illetve visszatérnek kölcsönbe a klub, klubjukhoz, Bolla Bendegúz, Bőle Lukács, Katanec, Katelárisz, Szépán Osztrák, illetve Tamás Krisztián. Erről annyit tudok mondani, hogy hát igen, ez azért van, nagyon sok kölcsönjátékos volt, mert az Alagerszeg az első évben úgy gondolta, hogy nem fog óriási nagy pénzeket belefetszölni, hanem inkább kölcsönbe próbál venni olyan játékosokat, akikre a az akkori klubjuknál, illetve a mostani klubjuknál nem annyira számítanak, és azért egyébként én azt gondolom, hogy ők, 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 bejöttek, mert visszatérnek a klubjukhoz, és egyébként a Bolle Bendegúz, a Katanec, ö, ö, és a Katelárész, Tamás Krisztián szerintem nem azért ért vissza, hogy majd onnan egy lepattanóval másik klubhoz menjenek tovább. Szerintem se. Radóval mi a helyzet? Maradt? Hát ő szabadon igazolható egyébként. Ő azt mondta, azt hiszem, hogy ő, 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 ő el fog igazolni mindenképpen, és lehet, hogy inkább külföldre. Barci Dávid, de nem tudom, hogy mi a szituáció. A Babati Bennemén szintén szabadon igazolható. Ő, ő jobbszélső, egyébként ő is, ő is a főnök Gold nevelése, és hát Stíber Zoltán. Ő nekem egy nagy kérdés, mert az elején úgy sokszor bevetették, nem is volt rossz, aztán egyre kevesebb szerepet kapott, viszont a csapat meg egyre jobban teljesített, és hát nem tudom. Egyáltalán aktív még? Tehát nem persze. vonult persze. szépen vissza. Tehát most... Nem, 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 nem. <laughs> nem. Láttunk hát... már ilyet? Egyszer csak ki, a transfer transfermártról derült ki, hogy valaki már ja, hát, abba hagyta a labdarúgást. Hát de még nincs abban a korban azért, vagy elvileg nincs abban a korban. Hát. Uh -huh. Úgyhogy, hát én nekem egy óriási nagy találni az zete, ugyanúgy, ahogy az előző ö, szezonban is, most is, és hát ilyen gyakorlatilag látszik, hogy teljes sorsere van. Hmm, a franc meg tudja, én most azt gondolnám, ha az első évben azt mondták, hogy most nem tesszük bele a nagy pénzt, de ö, ö, kölcsönjátékosokkal, ö, egy jó edzővel, igaz, hogy közben volt a csere, megoldjuk a dolgot, és megoldották, hát akkor most egyébként, hogyha én a klub alkalmazottja lennék, és nekem lenne olyan helyzetem, akkor most azt mondanám a tulajdonosnak, nem tudom, hogy van-e ilyen a klubnál, aki ilyen helyzetben van, hogy hát most akkor tegyük bele a nagy pénzt, mert látod, hogy bizonyítottunk. Hát Aztán... ez csak a Solec megtenni. Ilyen sportigazgató. Hát jó, most nem akartam így nevesíteni, de... de, de, <laughs> hát de hogy, de hogy igen, igen. Vagy pedig megint az van, hogy csak ugye... Én ezzel már gondolkodtam, hogy a Vignyevisnél is volt egy ilyen probléma, hogy, hogy, amikor a szarból várat épített, meg még egyszer, meg még egyszer, jó, hát olyan kis romvárat, meg olyan kis vagyis egy kis aszimmetrikusat, meg olyat, hogy majdnem ledőlt, de hogy mégiscsak vár volt, hogy utána az alapvető elvárássá vált. És, és igazából, mind a mellett, hogy ő az utóbbi pár évben teljesen rettenetes volt, valójában soha nem toltak alá egy normális csapatot, és mindig neki kellett valamit kiküzdeni. És hogyha most az van, hogy a salátszal kapcsolatban is nála is egy ilyen elvárássá válik, az, hogy jó, hát majd akkor megoldod de sok pénz nincsen, meg úgy nem is akarunk adni, meg hogy nem érdekel, hogy kölcsönben vannak, vagy akármi, csak így old meg, azért ezt minden évben, évről évre megoldani, egy idő után felőrlődik benne az ember, meg kimerülnek a lehetőségei. Igen, mert játékos kölcsön is egyre drágább lesz. Igen. tudja. Na, akkor te kit kiesőjelöltek? Szerinted? Most így elsőbblikre. Az eddigi igazolások alapján. Az eddigi igazolások alapján én azt gondolom, hogy hogy uh, igazából, igazából a budafoknál necces, mert nem látom a, a nagyon nagy előrelépést, uh, és, és az MB2-ben persze jók voltak, de, 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 hát a Kaposvár is jó volt. Ugye? De még mindig több, mint a, mint a Kaposvár, tehát ezt tegyük hozzá, és hát még bőven nem vagyunk a végén. Másrészt pedig a, a Kisvárda, ott, ott valami nagyon nem kerek nekem, illetve, hogyha hát az igazolásokat nézzük, akkor mi is rettentően veszélyeztetett szituációban vagyunk, mert hogyha most így indulna el a bajnokság, ezzel a kerettel, ami most van minden csapatnál, nem csak nekünk, akkor azért így ö, meglehetősen necces lenne. De volt már ilyen, ugye tavaly is úgy volt, hogy, a, 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 hogy így nagyjából soron kívül igazoltunk, ugye három öreget, ö, ugye a, a, hogy volt a, a Heriszt, akkor a kit még? Mindegy, szóval, de, de hogy volt már ilyen, csak mondom, még egyszer nem fog ez sikerülni. Hát az egész úgy néz ki, Újpest, hanem ott van a Mitrovics, meg a Simon Krisztián. A többit meg nem ismerem, megmondom őszintén. Hát meg, én meg a Kapus, egyértelműen. Igen, igen. És akkor a, a többiek meg olyanok, hogy még így bizonyítaniuk kellene azt, hogy miért lennének érdemesek arra, hogy megegyezzük a nevüket, mint Újpest játékos. Tehát, hogy. Mert nyilvánvalóan nekik is, mint minden embernek és minden embertársunknak kiár a tisztelet, természetesen nem erről van szó. Most labdarúgókról beszéltem, mint labdarúgókról. Így van, így van. És uh, tényleg én azt gondolom, hogy egy pár játékoson kívül most, most nem annyira látok sajnos uh, ilyet. De hát majd meglátjuk. De, de te hogy látod? Isvárda, én azt látom. Kisvárda, Budafok, tényleg az Újpest. Ed eddig a pillanatig. Így van, így az, van. Azt mondom, hogy, hogy én hát egy csapatot nagyon szeretnék, de ezt most nem fogom mondani, de ők sajnos nem állnak ennek, ennek a közelében, de az, hogy a Kisvárda nem is való neki az NBA-t szerintem. Egyébként, és ki az, aki most eddig, Erősödött vagy, és gyengült. Vagy, vagy erősödött vagy gyengült. Tehát hogy, hogy látod? Mert persze hát még a, tényleg nagyon az eleje, de hát... A, ahol ahol azt lehet mondani, hogy nagyon belehúztak az a Honvéd, uh -huh. nálunk, nálunk annyi, hogy stabilizálódott a helyzet. a Tehát tulajdonképpen inkább a honvédra mondanám azt, hogy na ott azt belecsaptak a lecsóba. Uh -huh. És az összes Ilyen. többi helyen meg nem annyira. Uh -huh. Igen, igen, mert én, én is azt látom, hogy, hogy ö, ö, mintha ö, egy vasas, mondjuk, eléggé lerabolta volna. Most furcsánzik, lerabolta volna egyet. És és azon belül nem látjuk azokat a, a mozgásokat, ahol erősödhetnének az 1 s Hozzá kell tegyem azért, hogy a az átigazolási szezonban most így én itt összeírogattam és így néztem, azért a, az igazolásoknak a többsége az 18 és 24-25 év között van. Tehát ott nagy a mozgás, és egyébként ez nem véletlen, de majd erre ki fogunk térni a Barci úrral készült interjúban, mert azért ott elhangzott részéről egy-két dolog, például az, hogy függővé teszik a utánpótlás finanszírozást attól, hogy ott milyen minőségű munka folyik, illetve az utánpótlás minőségét össze fogják kötni azzal, a, hogy, hogy a, a licenzt hogy és mint kapják meg a klubok. És tehát van egy ilyen törekvés, és megint elő fog kerülni. Remélem egy ilyen jobb elgondolás szerint, vagy jobb formába, mint a fiatal szabály volt annak idején de valami, valami ilyesmi szándék, nem lenne rossz, nem lenne rossz. Igazából én úgy látom, hogy a klubok ö, törekednek most ezekbe az irányokba, csak ö, én, akiket például láttam, hogy mondtam, hogy a nagy nekem itt tökre tetszik, nekem soha nem tűnt még föl, és 26 éves. Vagy akkor ott van az év játékosa, ugye? Mezőkövesdről. cseri. Igen, és, és 28-29 éves. Hát a... Most már majdnem 30, tehát hogy... Igen, és, és eddig, eddig nem annyira tűnt föl, tehát hogy így... Ö, én szeretnék látni egy 19-től 22 évesig játékosokat, Lásd, Szoboszlai Dominik, hogy ők az évjátékosai. Bocsánat, a, a cserit minden dicséret megilleti, és, és, és tényleg ö, megérdemli ezt a címet, nem erről van szó? Csak olyan jó lett volna, hogyha 8-10 évvel ezelőtt tart itt, és azóta meg ki tudja, hogy hol tartana. Hát igen, amire ugye, tehetséggondozás, karakterépítés, játékos menedzselés, ez, ezekben nagyon-nagyon ezekben is le vagyunk maradva, de itt, itt talán a legnagyobb a infrastruktúrára, ebben már sehol nem vagyunk lemaradva szerintem. Lassan kezdjük belátni, kezdik belátni, hogy vannak Magyarországon is egészen jó hadrafogható edzők, csak hát ugye most jön a, a, a labdarúgásnak az a profi része, amit, amit profi, Igen. hogy olyan játékosokat kell kinevelni, akik anyagi hasznot hozhatnak a klubjuknak, illetve először erkölcsi hasznot, és utána pedig anyagi hasznot is hozhatnak. Na jó. Hát figyelj Józsi, én azt mondom, hogy körülbelül um, egy uszkve két hét múlva térjünk vissza ugyanezzel az összegzéssel. Nézzük meg akkor, hogy állnak a klubok. És akkor egyébként megint el tudjuk mondani majd azt, hogy szerintünk ki hol tart, mert uh, adj Isten, ne adj Isten, egy-két klub úgy belehúzhat, euh, vagy éppen negatív irányba változhatnak a dolgok, hogy teljesen megváltozik a véleményünk, mert nyilván, amit most mondtunk, az a pillanatnyi helyzeten és a és a majdnem biztos vagy a biztos igazolásokon alapul, nem pedig a plegykákon, mendemondákon és ilyesmiken. Ez nagyon fontos, tehát az eddigi tudásunk alapján mondtuk el a véleményünket. Úgyhogy most el is köszönök én, hajrá világ, hajrá magyar foci, Józsi elmond egy kötelezőt, és ő is mond két hajrát. Hajrá magyar foci és hajrá Ferencváros! Ezt el kell, hogy mondjam. A másik pedig, ha tetszett ez a videó, akkor egy lájkot like egész nyugodtan oda lehet vigyeszteni. Nyomjátok meg a kis harangot, hogyha a következő feltöltésre is kíváncsiak vagytok. Látogassatok el a social media oldalainkra, a semleges térfél Instagram és Facebook oldalára, illetve olvassátok a semleges híreit, ahonnan a magyar labdarúgás valós híreit kapjátok meg, illetve véleményünket, vélemény cikkeinket. Köszönjük a figyelmet! Legközelebb találkozunk. Élőadásunk, megmondom, ebben a pillanatban nem tudom mikor lesz, de konzerv, illetve ilyen felvételes adásokkal elég sokkal fogunk jelentkezni. Mostanában. Sziasztok! Sziasztok.